Hatalmas sikere volt az Újbudai Gyereknapnak és programjainak a Bikás Parkban. Televíziós tudósításunkban több szervezőt, ismert művészt, politikust, segítőt vagy éppen résztvevő újbudai polgárt szólaltattunk meg, akik jelen voltak az eseményen. Milyennek kell lenni egy jó gyereknapnak? Mi kell, hogy mindenképpen legyen? Hát jó idő, az nem árt, mert mondjuk most ha ömlene az eső, akkor szerintem nem sokan lennének itt. Programok, kirakodóvásár, játékok, meg hát a jó terület, tehát ez pont azt beszéltük itt az előbb, hogy milyen jó az a Bikás Park, hogy itt van, tehát ez egy kincs. Hol vannak az unokák? Hát az unokák azok speciál, most nem tudom éppen merre vannak, mert ők Diósdon laknak, és nem tudom, hogy éppen merre mentek, de mi azért kijöttünk, mert hát, ha itt találjuk őket, mert elmúlt években mindig kijöttek ők is ide. És miért szeretik ezt a rendezvényt? Hát azért szeretjük, mert ez itt van Újbuda közepében gyakorlatilag, és mi nagyon régi újbudai lakosok vagyunk, itt lakunk Örmezőn, és hát ez közel is van meg, egy nagyon jó rendezvény. Az idejében volt-e valami kellemes meglepetés, amit eddig nem találtak, és nagyon tetszett? Hát nézd, ami kellemes meglepetés volt, az nem az idén volt, hanem már tavaly volt, amikor ott fölépítették azt az épületeket WC-vel együtt, mert az nagyon fontos volt itt. Hát most egy új épületet építettek, reméljük majd ez is majd a hasznunkra lesz. És szívesen fogadom. Várnak-e valami programot esetleg még, ami ma este lesz? A színpadon majd megnézzük, hogy mi lesz még, és majd meghallgatjuk. Délután már a nagyobbak és a felnőttek is a színpad köré csoportosultak, hiszen olyan sztárok léptek színpadra, mint Baricz Gergő, Muri Enikő, Horányi Juli, Jani Csákveca és Pataki Attila. Kedves Attila, először is gratulálok, mert még zenekar nélkül zenei alapra is egy fantasztikus hangulatot tudtál varázsolni, no de ehhez kellettek az újbudai nézők is, rajongók is. Ez abszolút így igaz, meg a Teremtő Istennek is segített, hogy ilyen csodálatos napot kaptatok ki, de így egyjött már aztán minden rendelkezésem rá ahhoz, hogy tényleg egy jó hangulatot teremtsünk. Hát igen, 42 év dalai itt vannak a tarsolyban, hogy az is nagy segítség. Meg hogy imádom a közönséget, meg imádok énekelni. Háromszor
milyen érzés volt itt a Bikás Parkban fellépni, ahol gyerekeskedtél és gyerekként játszottál? Hát nagyon jó, mert tényleg én az egész gyerekkoromat itt töltöttem, tehát ott van hátul egy nagy ház, ez a kékerkélyes, és én ott nőttem föl, és hát a barátaimmal örökké itt játszottunk, úgyhogy az, hogy én most itt felléphettem, az tényleg ilyen otthon vagyok, és tök nagy dolog, örülök neki. Köszönjük, hogy felraktad a koronát így ennek a fantasztikus gyereknapi rendezvénynek a végére. Mindenkit megkérdeztem, politikusokat, neves embereket, közéleti személyiségeket arról, hogy hogyan látják a mai gyerekek helyzetét. Te személyesen hogyan látod, akár a te leszármazottaidon keresztül, hogyan látod, milyen ma gyereknek lenni, és mire kellene jobban vigyáznunk nekünk szülőknek, nagyszülőknek, hogy azok a veszélyek ne leselkedjenek rájuk. A külső veszélyekre kéne odafigyelnünk, és én örülök neki, hogy a jelenlegi kormány ezt megteszi, nélkülük nagyon nagy bajba lennénk mi, és természetesen a gyerekeink és az ő jövendőjük. Úgyhogy most az nagyon fontos, hogy erre figyeljünk oda, tényleg figyeljünk oda, hogy legyen hova még fölnőniük, legyen helyük, legalább az a drága szép kis Magyarország legyen meg, ahol tényleg egy testileg és lelkileg is egészséges környezetben fölnőhessenek. Hát ez én amit tudok, én mindent hozzáteszek, tegyen mindenki hozzá egy kicsit csak, és akkor meg lesz ez. There's just a feeling what I feel in my heart. I don't know what it means or when it began. Please just say something good to me. You are lonely, I'm lonely. What can we think about it for the other? We won't go alone next to each other. You are lonely, I'm lonely. What can we think about it for the other? Kicsit más az, amikor gyerekeknek énekel az ember? Máshogy készülsz egy ilyen fellépésre? Hát megmondom őszintén, hogy igen, másképp készülök, azért is hoztam ezt a kis luperpedált magammal, meg egy zongoristát, mert arra gondoltam, hogy talán a gyerekeknek az élőzene az sokkal izgalmasabb, többet tanulhatnak belőle, így közelebb jön hozzájuk a zene. Én egyébként se vagyok a híve az alapra éneklésnek, hanem abszolút az élőzene nagykövete vagyok, ha lehet így mondani. És szerintem fontos, hogy a gyerekek lássák a hangszert, hallják, hogy az hogy szól, lássák azt, hogy ritmust azt így is lehet csinálni, hogy benyomok egy pedált föl, dobolom, és akkor azután a megy. Tehát, hogy egy kicsit értsék meg, hogy mi a zenélésnek a lényege, és remélem ezt így sikerült átadni neki. Mi a helyzet a zenekarral, merre fele léptek fel a közeljövőben? Hát mi egész nyáron játszunk, hála Istennek, a Barba Negrában leszünk nyáron legalább kétszer. Egész nyáron játszunk, most egy eddokönyv készül, ami szeptemberben jelenik meg. Jövő tavaszra pedig a 33. albumunkat készítjük, ami dupla album lesz, mert a 33 az megköveteli, hogy dupla legyen. Úgyhogy dupla album lesz. Ezt tesszük, ez a mi dolgunk, a színpadról elmondani azt, amit gondolunk a világról, és természetesen boldogságot adni, amit ma is sikerült. Ez a mi dolgunk, mi boldogságot hozunk magunkkal.
most az az újság, hogy jövő hét szerdán fog megjelenni az új dalom, a Holdutazás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása. Ez egy abszolút nyári dal, nagyon bulis, nagyon, nagyon jó lett szerintem a szövege is, amit Szabó Imolával együtt írtam, és Csordás Gábor zeneszerzővel közösen írtuk a dalt, és a Bieber's zeneszerzője Puskás Dani pedig meghangszerelte ilyen jó bulis nyári hangzásúra, úgyhogy aznap este lesz egyébként a koncertem az A38 hajón, úgyhogy így összekötöttük a dal megjelenést a koncerttel, úgyhogy várok mindenkit szeretettel. First time when I kissed you, I believed in your love. Now I don't know why it is so scary. Please just say something good to me. That's just a feeling, what I feel in my heart. I don't know what it means or when it began. Please just say something good to me. Reményből idén sem volt hiány, a gyermekek részére kiírt kreatív pályázat legjobbait a rendezvény fővédnökei, Simicskó István honvédelmi miniszter, kerületünk országgyűlési képviselője, valamint Hoffmann Tamás polgármester díjazta, színpadra szólítva a legkiválóbb pályázó gyermekeket. Szerül egy nagyon sikeres rendezvény ez az idei, ez a 2016-os itt a Bikás Parkban, rengeteg ajándékot is átadtak. Mi egy igazi sikeres rendezvénynek az állóga, kérdezem a fővédnöket. Nyilván az, hogyha sokan itt vannak, hogyha sok család ide érkezik. A Bikás Park ideális helyszín arra, hogy az itt élő emberek, ellenfordulni emberek a lakótelepi lakásokból kijöjjenek, és itt együtt legyenek a családok, szórakozzanak, kikapcsolódjanak, pihenjenek. A gyermeknap az ideális alkalom arra, hogy a családok megünnepeljék ezt a napot méltó módon. Az önkormányzat és én magam is igyekszem segíteni azt, hogy ez minél kulturáltabb legyen, hiszen most éppen aktuálisan honvédelmi miniszterként igyekeztem olyan katonai eszközöket hozni, katonákat hoztunk ide, BTR harckocsit hoztunk ide, illetve harcjárművet hoztunk ide, és olyan eszközöket, amelyek a gyermekek érdeklődését fölkelthetik. De számos sportrendezvény van, sportolási lehetőség van, úgyhogy mind-mind azt jelenti, hogy az itt élő emberek ezt a napot a gyermekeknek szánhatják. És a legeslegfontosabb szerintem mindig a gyermeknap arra figyelmeztet minket, hogy a gyermekeinkre figyeljünk, a gyermekeinket szeressük, értük dolgozunk, értük küzdünk, a jövőt nekik építjük, nem másnak. És hát nyilván ezek a napok, ezek mind-mind ilyen szempontból szerintem hasznosak és jók. Most már az 5. alkalommal kerül megrendezésre, tehát egy fél évtizedes hagyomány már Újbudán gyereknapnak a megünneplése, ami nagyon fontos nekünk, és ez látszik, hogy egyre többen jönnek is ezekre a programokra. Azért nagyon fontos, hogy a családok ilyen alkalommal együtt lehessenek. Ez nagyon fontos a gyerekek számára is, hogy minél több közös program legyen. Ehhez igyekszünk mi a saját lehetőségeink szerint a megfelelő program kínálattal előállni. Ezért van az, hogy most ez a legnagyobb kiterjedésű, legtöbb programot felsorakoztató program volt. De hát ez látszik is, hiszen úgy látom, hogy a legtöbben ezen a mai 5. alkalommal voltak és látogatnak minket, úgyhogy meghúzták a mércét, hogy innentől kezdve most már csak ilyeneket lehet csinálni. Mi a siker titka ön szerint? Milyennek kell lenni egy jó gyereknek? Mi az, ami elmaradhatatlan, mindenképpen szükséges? Én úgy látom, hogy a rendezők is szívvel, lélekkel mindent beleadnak abba, hogy a programokba tényleg az legyen, hogy nagyon sokféle program legyen, és ezek minőségiek legyenek. A környezet is nyilván nagyon fontos. Ez egy nagyon szép környezet, hiszen egy nagy közparkban, amely az idők folyamán pontosan 15 év alatt meg is újult, várja azokat, akik ide a programra ellátogatnak. Ez azt hiszem, az fontos. A hétköznapok kockázata az mindig megvan.
Ugye ebben a mai világban természetesen számos új típusú veszély leselkedik a gyermekeinkre. Elsősorban egyébként szerintem azt az értékrendet kell nekik megadnunk a nevelés során, amellyel egy olyan sajátos fegyverraktárat tudnak fölépíteni maguknak, amiben tudják védeni majd fiatalemberként is, felnőttként is magukat, a lelküket, a családtagjaikat. Ez a nevelésnek a titka. Nyilván az interneten számos olyan veszély kering, ami nagyon komoly kockázatot jelent. Ennek a felelősségére is fel kell hívni a figyelmet, a felelősséges használatra is. Számos olyan dolog van, amely a televíziókon, a médián keresztül is terjedhet. Nyilván egy olyan stabil nevelési metódus szerint haladva ezeket a veszélyeket ki lehet védeni. Mint ahogy egyébként a világban is látjuk, hogy ez a globalizáció sok mindent hoz, sok veszélyt, sok értéket, de hogyha a szülőföldhöz való ragaszkodás, a szülők tisztelete, egymás tisztelete, a sportszerű életfelfogás, a fair play szem előtt tartása, a nemzeti értékeink megismerése, a fogódzók, a gyökerek minél stabilabbá való tétele, az a nagy feladat a szülőknek, nekem is, három gyermekes szülőnek, hogy ezt megteremtsem és kialakítsam. És hát nyilván egy gyereknap az mindig erre is fölhívja a figyelmet, de hát azért inkább ilyenkor ez a kikapcsolódásé, a felüdülésé. Nagyon fontos, és erre az iskolákban, óvodákban, intézményekben nagyon oda is figyelnek, hiszen önmagában a nagyvárosi létnek megvannak azok az árnyoldalai, ami a közlekedéssel, nagyon sok és sokféle emberrel való mindennapos kapcsolat jelenthet. Ezekre kell felkészítenünk a gyerekeinket, és hogyha ez megvan, már pedig én úgy látom, hogy az újbudai iskolákban, óvodákban erre maximálisan felkészültek, akkor jó kezekben vannak. Nagyon izgalmas, kreatív játékot találhatunk itt a gyermeknapi rendezvény sarkában, ez pedig a kalózbarlang. Nagyon sok izgalmas feladatot kell végrehajtani a gyerekeknek. Mennyire volt népszerű a gyerekek körében? Azt látom, hogy most is nagyon sokan vannak, de hogyan lehet őket rávenni arra, hogy egy ilyen hosszú, nagy, izgalmas játékot játszanak? Igen. Rávenni nagyon könnyű őket, igazából már a díszlet az nagyon ide vonza, mind a szülőket is, és a kalózos téma az pedig nagyon népszerű ugye a gyerekek körében, és úgy sikerült kombinálni a feladatokat, hogy vannak benne ügyességi, kis gondolkodás is, azon kívül bevontuk még a szülőket is a játékba, hogy a gyerekekkel együtt tudjanak játszani. És ezeknek az összessége nagyon népszerű, és tényleg van, aki 3-4 órás sort állt ki ahhoz, hogy itt tudjon játszani animátorokkal. Az én fiam is nagyon szereti a kalóz témát, de miért ilyen népszerű ez a gyerekek körében? Önök rájöttek-e már? Igen. Szerintem a kalandfilmeknek az izgalma, a tulajdonképpen a kalózkodás, az a benne van ez a kalandozás, az izgalom, a rejtélyek, és ezeknek mind az egyvelege adja azt, hogy ez egy még máig is izgalmas téma. És ez nem csak gyerekeket érdekli valamennyire, hanem azért felnőtteket is fantáziáját megmozgatja. Úgy hallottam, hogy egy egész tábort is szerveznek majd ezzel kapcsolatban. Igen, több is lesz. Az egyik az a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban lesz. Viszont most, ahogy itt vagyunk, egyszerűen akkora az érdeklődés, még a kisebbek körében is, hogy elgondolkodtunk azon, hogy lehet, hogy még egy tábort fogunk indítani, ahol már az életkor, tehát a korhatárt már lejjebb fogjuk vinni, valószínűleg 5-6 évtől nagyjából 10 évig, eddig 8-12-ig gondoltuk, de igazából a gyerekek nagyon szeretnek ezzel játszani, szóval valószínűleg nekik is lesz egy ilyen tábor. Mennyire tetszik ez a rendezvény? Nagyon kis időm volt arra, hogy körbenézzek, mert igazából egész végig itt voltam. Azt láttam, hogy ezen kívül is vannak nagyon szórakoztató feladatok, légvárak, máshol is láttam ügyességi játékokat, úgyhogy örülök, hogy egy ilyen komplex rendezvény sikerült létrehozni, és nagyon örülök, hogy a Kalóz Barlang kalandtábor is ennek a részese lehet, és fölállította ezt a kis mese birodalmát a gyerekeknek. A Fábián Autószalon idén ünneplik a 25 éves évfordulóját,
ugye a budapesti szalonunk ugye 95 óta a 11. kerületben található, mert mindig is fontosnak tartottuk, hogy a 11. kerületi eseményeken részt vegyük, és hogy olyan családoknak is a közelbe tudjuk hozni az autókat, akik esetleg nem gondolkoznak abban, hogy meglátogassanak minket az autószalonba, és itt most, mint jelenleg ezen a családi nap keretében, a gyermeknap keretében a közelükbe tudtuk hozni a számukra érdekes autókat, mint a Peugeot, Opelnek a kombi modelljeit, illetve a Sangyongnak az egyik legújabb modelljét, a Tivolit. Hála Istennek ugye sok ilyen modellünk van, nem csak a kiállított kombik, hanem mind Peugeot, mind Citroen, mind Opel Fronton vannak családi egyterük is, ugye az 5008-as, vagy a C4 Picasso, vagy akár az Opel Zafira. Ott is meg tudjuk mutatni a lehetőségeket, és így könnyebben tudnak választani a családok maguknak autót. Hát ez meg micsoda itt? Hogy látja a rendezvényt? Azt látom, hogy ön már reggel óta itt van. Így van, délelőtt is itt voltunk, közben hazamentünk egy picit, mert délutáni alvása a picinek az kihagyhatatlan. De igen, azt látom, hogy nagyon jól sikerült ismét az Új Buda önkormányzatának gyermeknapja. Egy picit azt látom, hogy most sokkal több kitelepülő van, sokkal nagyobb szabású, mint volt az elmúlt években, és ahogy így végigjártam a különböző civil szervezeteknek a sátrait, a kitelepülőket, azt látom, hogy nagyon érdekes és nagyon kreatív dolgokkal, játékokkal készültek a gyerekeknek. Szerintem attól jó egy gyereknap, hogyha minél sokszínűbb, minél több játék közül választhatnak a gyerekek, és hát persze minél aktívabb kikapcsolódást nyújt az egész családnak. A legkisebbet látom most itt hozta, de a többiek eljöttek, a nagyobbak? A nagyobbak nem sokára jönnek, ők most a nagyszülőkkel vasárnapoznak, de nem sokára ők is érkeznek. Nem is olyan régen volt, még az ön gyerekkora. Önnek hogy teltek a gyereknapjai, és milyen volt a gyerekkora? Hát nagyon jó gyerekkorom volt, szüleimmel nagyon jóban vagyok a mai napig, hárman voltunk testvérek, és mindent megadtak nekünk a szüleink, hogy szép gyerekkorunk legyen. Ezt próbálom egyébként a saját gyerekeimnek is visszaadni, hasonló gyerekkort biztosítani számukra. Habár ugye azért sok minden változott az elmúlt években, azóta, amióta én már felnőttem, de azt gondolom, hogy azért az alap dolgok azok megmaradtak. És ott a gyereknap az ugye egy olyan nap, amikor minden a gyermekről szól. Bár azért azt hozzáteszem, hogy a mi családunkban, ha lehet azt mondani, akkor az év minden napja a gyerekekről szól. Főleg ugye, amíg még kicsik a gyerekek, nem is nagyon tehetünk mást, mint hogy minden nap ő körülöttük forog. És hát akkor azt emelném ki, hogy az én gyerekkoromban is a szüleim próbáltak nagyon aktív gyerekkort biztosítani számunkra. Rengeteget jártunk kirándulni különböző kulturális programokra, sportprogramokra, és hát ez a mai világban azért ez egy kicsit megváltozott, ugye az informatika világában, tévé, internet, különböző kütyük bejövetelével. Azt látom, hogy nehéz a gyerekeket kimozdítani otthonról. Mi Új Buda önkormányzata azon dolgozunk, hogy ez ne így legyen, és ahogy itt most körülnézünk a Bikás Parkban, azért nagyon sok nagyobb gyereket is látni, ez külön öröm számunkra, hogy azért olyan programokat tudtunk biztosítani, ami a nagyobb gyerekeket is lecsalja. Fantasztikus hangulatú napot az Anima Sound System fellépése zárta. Zsolt, a zenekar is már kinőtt a nagykorúságba, ugye? Már nem nevezhető gyereknek, de ti hogyan gondoltok vissza a gyerekkorotokra? Érdekes a kérdésed, mert hogy
legközelebbi kollégám Gergő most jutott apai örömökbe. Itt van a pici is, ugye az én lányom meg már 8 éve a zenekar énekesnője. A testvéremmel csináltam a zenekart, gyerekkorunktól fogva zenélünk, tehát igazából az a, nálunk a gyerek és a felnőtt kor az mindig ilyen szimbiózisban van, az összekapcsolódik egyik jön a másikból. Jó ez így? Hát mi a gyereklelkű emberek vagyunk, igen, természetesen. Van egy dalotok is, ami arról szól, hogy legyen minél nagyobb szaporulat, ezt miért írtátok? Részen poénnak szántuk, az a legviccesebb, hogy a legnagyobb anima sikerek azok mindig ilyen poénos vicces dalokból lettek, de amit régen csináltunk, annak úgy érzem, hogy ma is van relevanciája, és játsszuk is ezeket a dalokat. Ma mivel fogjátok szórakoztatni itt a közönséget a Bikás Parkban? Egy kicsit befeminizálódott a társaság, most már 3 hölgy van a fronton, afrikai fúvósunk, fúvolistánk van, visszatérő énekesnő Kása Juli, és ugye Fanni lányom, aki már 8 éve. Egy ilyen keresztmetszetét fogjuk adni az elmúlt 20-23 évnek, és eljátszunk egy új számot is itt először. Tehát lesz debüt is akkor a Bikásban. Bizony, igen. És a nyáron merre fele léptek majd föl, merre turnéztok? A Sziget Magyar Nagyszínpadától Orfűig eljátszuk az idén 20 éves Hagen Aszonautot 2-szer is. Játszunk Ozorán, ahol az első lemezünket, a Salomot adjuk elő. Leszünk az EFOT-on, megyünk külföldre is, körbejárjuk az országot, leszünk Erdélyben, Szlovákiában is, ősszel megyünk Londonba, újra visszatérünk oda is, és jön egy új album. Idén vagyok 50 éves, úgyhogy lesz majd egy ilyen nagy bulival összekötött fellépés az A38-on is szeptember 23-án, de megint egy eseménydús klassz évünk lesz. This last one is...